Hát a zene az valószínűleg onnan jött, hogy így szerettem mindig hallgatni. Ilyen kurva egyszerű. Az ember, amikor ilyen tinédzser ember, akkor így csomó mindent így szeret kipróbálni. Így mindenféle kábítószereket, meg nem tudom, meg különböző szexpózókat különböző nemű emberekkel. De például ugyanez van, vonatkozik valószínűleg zenékre, sportokra, egyéb tevékenységekre, például ilyen hangszeres játékra. És nyilván ez volt az egyik olyan dolog, amit így elkezdtem így csinálni tizenéves koromban, és akkor ez így megmaradt. Na és nem tudom, igazándiból így a családban én voltam az első, aki így komolyabban foglalkozott zenével. Én aztán végül az unokahúgom lett az, aki profi zenész lett, meg neki ez is a szakmája. De hogy én voltam az úttörő ebből a szempontból a családban. Zenében nőttem fel. Tehát nem egy zenész családban, mert rajtam kívül talán édesanyám nagynénje zenélt. De mindig volt zene, főleg apám 50-es, 60-as évek rock, Bill Haley és társai, és ez mindig tetszett. Aztán tudod, amikor általános iskolában hogy az ember elkezdi a saját zenéit keresni, akkor nyilván megyünk a csorda után, ilyen tici-tüci zenék voltak meg minden, de volt otthon elszórva, nem tudom miért, egy Green Day maxi, ami kicsit így beakasztotta a hordot. És az biztos, hogy észrevettem magamon, hogy amikor ilyen 12-3 éves voltam, akkor nem annyira érdekeltek azok a dolgok, amik általában ott az engem körülvevő srácokat érdekelték. Ilyen foci, meg mit tudom én, a kosárlabdás kártyagyűjtés, meg a turbórágos, autós kártyagyűjtés, ilyenek. Szóval nem igazán találtam a helyemet, egész addig még egyébként a tőlem egy kicsit idősebb unokatesó, ami megmutogatott ilyen zenéket. Egyébként már harmadjára jön fel, mint hogy Green Day, Him, Nickelback, még ezek a korai lemezeik mindegyik ilyen előadónak. És nem tudom, akkor éreztem azt, hogy noha előtte én rádiós slágereket hallgattam, Eiffel 65, meg az Irigyhónál, mert így csillagok háborognak cuccait, de ezek az ilyen komolyan vehetetlen zenék. És amint meghallgattam ezeket a zenéket, nem tudom, nekem olyan volt, hogy úristen, én eddig miért nem hallottam ezeket? És igazából nagyon sok évet csak azzal töltöttem, hogy hallgattam őket egész addig, amíg elkezdett így annyira feljönni bennem az életérzés, hogy mindenhogy talán csinálnom kéne nekem is, szívesen kipróbálnám. Nem tudom, miért éreztem így. Lehet teljesen indokolatlan volt, az biztos, hogy alig vártam, hogy egyáltalán végre kipróbálsam magam egy ilyen koszos, retkes próbaterembe. Én akkor kezdtem el zenélni, amikor elkezdtem zenét hallgatni, és ez mondjuk nem 3 vagy 4 évesen történt, hanem 15 évesen gimnáziumban, mert én addig nem voltam tudatos zenehallgató, hanem nem hallgattam a zenét, csak hallottam, és ez megváltozott, és valamiért bennem mindig volt egy olyan, hogy próbáljunk ki minden olyasmit, ami nekünk a másik oldalról örömet okoz. Nem azt mondom, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy én elkezdek zenélni, de várható volt, hogy legalább meg fogom próbálni. A másik pedig az, hogy mindig volt bennem ilyen kritikusi lélek, amit most már kezdek kinőni, de akkoriban nagyon, nagyon szerettem mindent fikázni, és ugye amit már akkor is utáltam, ez a konzerv mondat, hogy ha kritizáltam valamit, akkor azt mondták, hogy akkor csinálj jobbat. És akkor egy idő után azt mondtam, hogy jó, bázd meg, akkor csinálok jobbat.